átadták a magyar kormány támogatásával megvalósult Magyar-Horvát Kultúraházát a Baranya megyei Szemelyen. Az új közösségi ház már több mint 20 éve csupán álom volt a helyieknek, most azonban megépülhetett az intézmény. Az ünnepségen Hoppá Péter országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, ez annak köszönhető, hogy a magyarok és a horvátok nem adják fel identitásukat, ragaszkodnak értékeikhez, kultúrájukhoz, hagyományaikhoz. Soltész Miklós államtitkár akkori kollégámmal sikerült 80 millió forint támogatást adni, egy 50%-os támogatás intenzitású támogatást nyújtani ennek a kultúrháznak a felépítéséhez. Az alapkövet is együtt tettük le Soltész Miklóssal és a helybéliekkel, nagy örömünnep volt már akkor is, hogy egyáltalán elindulhat az építkezés, a kivitelezők tartották a költségvetést, és így felépülhetett a ház. Jövőre további 30 millió forintos kiegészítő támogatást biztosít a helyi közösség által már birtokba vehető beruházás hátralévő munkálatainak elvégzésére a kormány, mondta el stábunknak az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Soltész Miklós kiemelte, hogy emellett a helyi közösségnek is hatalmas szerepe volt a beruházás megkezdése előtt. A helyiek is 80 millió forintot gyűjtöttek. Ez mutatja a közösség erejét, és nagyon sok mindenkinek példát mutatnak ezzel a hatalmas nagy összefogással. Gratulálok nekik. Tényleg az a közösség, amely itt van, az eddig is bizonyította, hogy érdemesek a támogatásra. Évtizedes álmukat sikerült most közösen megvalósítani, és hát azt kell mondani, hogy persze az építők, kivitelezők, tervezők is nagyszerű munkát végeztek, ami külön öröm. A kabinet a következő évben a nemzetiségi kulturális pályázatokon keresztül az idei 500 millió forint helyett 700 millió forintot biztosít nemzetiségi kulturális művészeti programok megvalósítására, tette hozzá az államtitkár. A Szemei Magyar-Horvát Kultúraháza a község korábbi mintegy 140 négyzetméteres kultúrházának 350 négyzetméteres bővítésével és felújításával készült el, összesen közel 200 millió forintból.